Egyelőre még korai jóslatokba bocsátkozni, mivel a folyók vízszintjét döntően befolyásolja majd az elkövetkező időszakban lehulló csapadék. Azonban a vízszint és a meglévő hóvízkészlet alapján már előre lehet következtetni a lehetőségekre. A Duna vízszintje Újvidéknél jelenleg az ebben az időszakban mért átlaghoz képest magas, ugyanakkor egyelőre nem kell árvíztől tartani. Azt azonban mindenképp el kell mondani, hogy az Alpokban és a Kárpátokban lévő hókészlet igen nagy, ezért ez még jelentősen kihathat arra, hogy mekkora lesz a Duna vízszintje tavaszra, és ezt majd a lehulló csapadék mennyisége is befolyásolni fogja. Ez a 2006-os, az itt van. Újvidéken a rakparton Búzás Mihályt kérdeztük a Duna vízszintjének alakulásáról. A Magyar Szó horgászrovatának szerkesztője napról napra követi a Duna és a beleömlő folyók vízszintjét. Nagymaros fölötti vízgyűjtő területről a hóvízkészletnek valamivel több mint egy harmada kerül a főmederbe. Kevesebb, mint két harmada elpárolog, beissza a talaj, és az örök hó birodalmában levő, az pedig lesz olvad, ugye? Na, ez az, ami pillanatnyilag ott van, és annak több, mint egy harmada. Ha a Dunába kerül, akkor kapnánk egy csinos, jó 3-3,5 méteres áradást Újvidéknél. Bezdánnál úgy szintén, Gombosnál úgy szintén, mindenki menjen ki a Dunapartra, és nézze meg, hogy ez mennyi. Sok. De nem biztos, hogy ez egy tagba jön le. Ez a rengeteg víz. Ez a jó változat. A Duna vízszintje Újvidéknél 270 cm, ami magasnak számít, de még nem ad okot aggodalomra. A Duna vízszintje és a felhalmozott hóvízkészlet alapján azonban már van mitől tartani. Tehát az, hogy lesz-e áradás tavaszra, leginkább attól függ, hogy mekkora lesz a csapadékmennyiség az elkövetkező időszakban. És a hegyekben felhalmozott hókészlet egyszerre nagyobb mennyiségben olvad-e majd.